Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2021. december 9-én csütörtökön. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Mezőtúri karácsonyi vásár. Adományozás a polgárőrségnek. Ebben az évben a Petőfi tér ad otthont a Városi Karácsonyi Vásárnak. A készületekről, programokról Bordás László, a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója adott tájékoztatást. Kezdetét vette a karácsonyi vásár itt a Petőfi téren, és számos programmal várják az érdeklődőket. Mit tudhatunk az eseményről? Egy kicsit távolabbról fogok indulni, hiszen itt a Petőfi téren első alkalommal kerül megrendezésre a karácsonyi falu. Hát az elmúlt években, ahogy láttuk, a Városház előtti terület volt az, ami otthont adott a karácsonyi falunak, és a jégpálya az pedig a városbani szintén több helyszínen is lehetett már használni ebben az időszakban. Ebben az évben az volt az elképzelés, hogy jó lenne, hogyha a két rendezvény, illetve a két szolgáltatás, hogy így mondjam, az egy helyre összpontosulna, és így esett a választás a Petőfi térre. Hát a programok megrendezésével kapcsolatban a koncepció az volt, hogy szeretnénk azt, hogyha ezek a hát tulajdonképpen a járványveszélyhelyzetre való tekintettel, hogyha nyitott térben kerülnének megrendezésre, hiszen most tudjuk, hogy zárt térben például a maszk használata kötelező, itt viszont a szabad téren nem kötelező a maszk használat. Hát az első adventi vasárnap az nagyon esősen telt el, és a Városháza előtti lépcsőn került megrendezésre. Itt most a második adventnél, itt most azért az időjárás kegyesebb volt hozzánk, és itt már két napos programmal vártuk az ide látogatókat. Majd a harmadik adventi vasárnapon, péntek-szombat-vasárnap is lesznek programok, és a negyedik vasárnapon is szintén péntek-szombat-vasárnap lesznek programok. Hát itt a kulturális programok tekintetében szerettük volna azt, hogyha a városban működő klubok, közösségek, dalkörök, énekkarok vagy zenekaroknak tudjunk fellépési lehetőséget biztosítani. Hát tudjuk azt, hogy az elmúlt évben nem lehetett ilyeneket tartani, rendezni ilyen programokat. Most viszont ugye nyáron már lehetett, de ott meg mi nem tudtunk mindenkinek fellépési lehetőséget biztosítani. Meg az is motivált bennünket, hogy azok, akik itt most felléptek, ismerjék meg a városban őket egy kicsit jobban, hiszen itt azért több évtizedes múltakra visszatekintő kórus, például a mai napon a Petőfi dalkör lépett fel, akit ugyan lehet ismerni, de hát azért nem baj az, hogyha mindig az értelmélyítjük az emberekben azt, hogy milyen értékes közösségei is vannak városunknak. Tehát a kulturális programok mellett még egy nagyon lényeges, és ami ilyenkor igazán az adventi téli hangulatot megadja, hát az a jégpálya. Én ahogy látom, nagyon sokan használják, felnőttek is, gyerekek is egyaránt, és hát örülök annak is, hogy így mondjam, ezt a két dolgot lehetett egymás mellé társítani. És akkor a harmadik, ami szintén elengedhetetlen, mondhatom úgy is, hogy kézenfogva járnak, az pedig maga az adventi vagy karácsonyi vásár, amely szintén sikeres. Én azt látom, hogy jönnek azért árusító partnerek, sok olyan jön vissza, aki az elmúlt években is a rendezvényen partner volt. Most ebben az évben is újra úgy gondolták, hogy ide Mezőtúrba vetik a bizalmat, és itt kívánják majd árusítani a termékeiket is. Hát a helyszínt az majd úgy is látszik a felvételeken, hogy szerintem ez nagyon hangulatos, hiszen itt ebben az évben nyáron a Túri Vásárnál itt a város központjába került megrendezésre, és az a terület, ahova most a faházakat tettük, ott a nyáron a főzőverseny volt. Nekem nagyon hangulatos volt ott az a kis utcácska, és szerintem nem csak nekem, hanem az embereknek is, mert nagyon sokan kijöttek a mai napon is. A kollégáimnak nagyon szépen feldíszítették ezeket a faházikókat. Szerintem nagyon hangulatos, és hát azt mindenképpen fontos elmondani, hogy tulajdonképpen egy ilyen rendezvény azért nem csak úgy hip-hop ide kerül egyik hétvégéről vagy egyik napról a másikra. Itt a Mezőtúri intézményellátó és ingatlankezelő Kft.-nek a munkatársai több napja dolgoznak. Itt a faházak felállítását végezték el, a városnak a fenyőfáját állították fel, ami a tegnapi nappal karácsonyfa lett.
és meg hát mellette itt van a jégpálya is, és hát ő mellettük szintén szükség volt az én kollégáimra is, akik ezt a gyönyörű látványt biztosították ahhoz, hogy akik érkeznek, azok igazán adventi hangulatban tudjanak majd innen a mai napon elmenni, és hát gondolom én, hogy egyre jobban várják azért a következő hétvégét, amikor szintén ilyen barátságos, adventi, ünnepi környezetbe várjuk az ide látogatókat. Milyen programokkal várják még az érdeklődőket? Mi lesz a következő? Hát arra, ahogy mondtam is, arra odafigyeltünk mindig, hogy mezőtúri csoportok, közösségek, zenekarok azok lépjenek fel. Hát többek között, most lehet, hogy nem időrendi sorrendben fogom mondani, de többek között fellép a Vivace kórus, a Városi Pedagógus Énekkar, a Teleki Zenekar, Coming Soon Zenekar. Hát most így hirtelen több nem is. Ja igen, a utolsó hétvégén Kovács Timi például, aki mezőtúri születésű, és az adventi programok, illetve az, ami az adventi programnak a gyertyagyújtási része, ott ebben az évben is kértünk fel személyeket, hogy mondják el nekünk az adventi ünnepi gondolataikat, akik nagy örömmel tettek eleget a felkérésnek, és hát mi is örültünk annak, hogy ők elfogadták a felkérést, és itt hétről hétre megjelennek, és ahogy telik az idő, úgy jövő héten a harmadik, aztán pedig az adventi városi koszorún a negyedik gyertya is meg lesz majd gyújtva. Így az adventi vásárral erre az évre lezárulnak az események, vagy lesz még valamilyen program? Hát a mi szervezésünkben tulajdonképpen december 19-i vasárnappal azzal lezárulnak a programok, de azt hangsúlyozom, hogy emellett a jégkorcsolya pályát azt lehet használni a hétköznapokon is, és tudomásom szerint a egészen szilveszterig lehet majd használni. Tehát igazából nem szakad meg a programsorozat, hanem hát most már így mondom, hogy a év végéig akkor tudunk majd ilyen lehetőséget nyújtani mindazoknak, akik ki akarnak jönni, jól akarják magukat érezni, emellett finom ételeket, italokat is lehet enni, és mindenkit biztatok, hogy vásároljanak ajándékokat is, amennyibe még nem vásároltak a szeretteiknek. Milyen programtervek vannak még a jövő év elevére? Hát majd meglátjuk, hogy a járványveszélyhelyzet mit fog engedni, de januárban a Kultúra napi programmal várjuk majd a látogatókat, aztán utána már lassan megyünk a tavaszba, a március 15 városi ünnepség, és utána, ahogy elmúlik a tél és jön a tavasz, akkor városi majális, gyermeknap, majd Szent Iványi tűzugrás, túri vásár, őszülő, és hát utána már el is telt a jövő év is, és akkor már megint itt is vagyunk itt ezen a program helyszínen. Amire én azt mondom, hogy én nekem nagyon tetszik, én akikkel beszéltem, azok ezt megerősítették. Hát majd nyilván azért, amikor az egész rendezvénysorozatnak vége lesz, majd azért leülünk, megnézzük, megbeszéljük azt, hogy mik azok a lehetőségek, amiken még lehet majd finomítani, amik esetleg most láttuk, hogy menet közben kell, azokhoz azért nyilván alkalmazkodunk, de meglátjuk majd, hogy mi lesz a végkövetkeztetés. Én a magam részéről én szeretném azt, hogyha itt kerülne a programsorozat jövő évben is megrendezésre. Mit tudunk a rendezvényről? Kik támogatták? Hát a programnak a fő támogatója az Mezőtúrváros önkormányzata, és ahogy már korábban mondtam, oroszlán részt vett ki a rendezvény, illetve itt a szervezési munkafeladatok ellátásából a Mezőtúr intézményellátó és ingatlan kezelő Kft.-nek a dolgozói, akiknek én szintén szeretném megköszönni az itt elvégzett munkájukat, valamint külön köszönöm a munkatársaimnak is azt, hogy hétről hétre, hát nyilván itt azért a beosztás szerint vagyunk jelen, de én ahogy látom most is itt azért itt van szinte mindenki beosztástól teljesen függetlenül is, tehát az azért én azt mondom, hogy látszik, hogy így ezeket a programokat szívvel, lélekkel megszervezni azt, hogy a munkatársak itt vannak, aki nem is volt beosztva, azok is jöttek, mondták, hogy ha kell, akkor itt vannak, szóljunk bármiben, segítenek, hát találtunk mindenkinek feladatot menet közben is. A mezőtúri polgárőrség egy nagyobb összegű felajánlást kapott annak érdekében, hogy ezen a karácsonyon 170 óvodás korú gyermeknek tudjanak segíteni. Ezzel kapcsolatban Kötény János, a Mezőtúri Polgárőr Egyesület elnöke nyilatkozott.
A mezőtúri polgárőrség kapott egy nagy összegű felajánlást, így 170 óvodáskorú kisgyermeknek tudnak ebben a karácsonyi időszakban ajándékot eljuttatni. Mi tudhatunk ennek a részleteiről? Igen, két mezőtúri vállalkozó ajánlott fel egy nagyobb összeget a mezőtúri polgárőrségnek, hogy a rászoruló családoknak osszuk szét, és próbáljuk szebbé tenni a karácsonyukat. Egy kedves kolléginával vettem fel a kapcsolatot, akivel ezt megszerveztük, és hála Istennek egy pár nap alatt sikerült megszervezni, úgyis Patkós Éva óvodavezetővel megbeszélni, hogy célirányosan melyik óvodába fogjuk kiosztani. Egy nagyobb összegről volt szó, és először gondolkoztunk, hogy hogy lenne jó, hogy bizonyos egy-két óvodát, de a harmadik óvodában nem lőtött volna mindenkit. Gondolkoztunk, hogy hogy néz már ki, fele óvoda kap, fele nem. Ismerve a gyerekek voltunk mi is valamikor, és akkor te most kaptam, én nem kaptam. Ezért döntöttünk úgy, hogy ez úgy volt 5000 forint per fő, és ezért döntöttünk úgy, hogy 3500 forint per főbe, és hogy így a három óvodába fogjuk szétosztani. Lehet akkor felolvasni a Mesterkert óvodába, Kisjenes úti óvodába, 37 fő, Szászló Szép óvoda, Rákóczi út 72 fő, Gyermekkert óvoda, Földvári út 44 fő részesül nagylelkű felajánlásból. Ebből pontosan úgy lehet tudni, hogy 83 fő kislány és 87 fő fiú. Ezt próbáltuk úgy összeadni, hogy egy fél kiló szaloncukor lesz benne. A lányoknak egy babát, a fiúnak egy kocsit teszünk bele, mellé teszünk színeszterezat és képességfejlesztő ilyen kis munkafizetet fogunk beletenni. Ez a pénz mezőtúri vállalkozóktól lett, annyit kértek, hogy ne használjuk fel politikai célokra ezt a felajánlást, mi ezt is tiszteletben is tartjuk. Mezőtúri vállalkozóktól, mezőtúri vállalkozónál vásároltunk be, és ami örömmel tudok szolgálni, hogy a mezőtúri vállalkozó még ezt az adományt 170 darab kis labdával megtoldotta, ami azért azt mondom megint nem egy kis, nem kis felajánlás, és így akkor még plusz még egy labdát fog kapni mindenki. Ezt jövő héten pénteken fogjuk kiszállítani a óvodáknál, óvodákban. Mi nem leszünk ott az átadáson, ezt én úgy döntöttünk, hogy mivel hogy nem leszem, akkor tényleg arra felhasználni, mint a polgárőrség vagy a saját személyemnek a népszerűsítésére, ez teljesen politikai mentes. Mondom, hogy dadusok vagy dovolnők kihozták szépen nekik a csomagot, próbáljuk szebbé tenni a karácsonyukat. A tovább, ami van még, az a szaloncukor adománygyűjtés, amit a önkormányzat déli kapuján lehet leadni. Az azért gyűjtjük tovább, és fennmaradó két óvodába is próbáljuk szebbé tenni a gyerekeknek a kis karácsonyára, az ebédhez egy pár szem szaloncukorral szeretnénk hozzájárulni. Nekem ebben nagyon nagy segítségem, el is fel kell olvasnom pontosan, nagyon nagy segítségem van a BKTT SSK Család és Gyermekjogi Központ egyik kedves kolléginája, aki nekem nagyon nagy segítséget nyújtott, és segített leszervezni az egészet, le tudjuk bonyolítani. Nem kis munkáról volt szó, mert így a ünnepek előtt egy pár nap alatt ezt le kellett zongorázni nagyon gyorsan, de köszönhető a segítségének, a helyi vállalkozó rugalmasságának, egy pár nap alatt sikerült lezongorázni, hogy a 170 ajándékcsomagot jövő héten pénteken ki tudjuk vinni. Miért pont az óvodás korosztály célozták meg az adománygyűjtés terén? Hát a vállalkozóknak is egy kikötése volt ez, hogy rászoruló gyerekek és családoknak adjuk. Próbáltuk a legkisebb korosztályt megcélozni, hogy ott tudjuk sajnos, hogy nagyon sok rászoruló család van. Ezt gondolkoztunk ugye iskolásokban, de itt ugye az összeget is próbáljuk úgy szépen elosztani, így a óvodákat, a legkisebbeket próbáltuk megcélozni, így a három óvodába kijött ez a 170 fő, és próbáljuk kicsit szebbé tenni a karácsonyt, és azért próbáltuk úgy válogatni a színeszerűz a készségfejlesztő, hogy ezt akkor későbbi ebből is fel tudják majd használni. Még annyit szeretnék még mondani elnézést itt a legvégén, hogy a polgári kollégáim és társai nevében először is szeretnék mindenkinek kellemes karácsony ünnepeket kívánni és boldog új évet. Köszönöm szépen! Kedves nézőink! Köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra!